Thank you.
Európában előterét a század előbb párizsi avantgárdjának híres, botrányos párja Gertrude Stein és Alice B. Toklas képei díszítik. A képek illusztrációként szolgálnak Csabai Attila legújabb darabjához, a Szájbergések, avagy Gertrude és Alice Csodaországban című előadáshoz. Túl 10 bemutatón a 4 éve alakult kompánia társulat darabjai ma már a kortárs táncszínház alapművei közé számítanak. Van az alapvető történet, ez az archaikus történet, tehát Gertrude Stein írta Alice B. Toklas önéletrajzát. Ez a könyv adja a műnek az alapját. Őszinte vagyok, én a darabot fél évvel ezelőtt eldobtam, és azt mondtam, hogy én ezt nem tudom megcsinálni. És akkor kint jártam Párizsban, megnéztem a Stein szalont, és akkor bizonyosodott be számomra, hogy ezt meg kell csinálnom, de csak táncban szabad megcsinálni ezt az előadást. És az egyetlen utalás, amit én találtam, hát róluk ugye tudjuk, hogy egy leszbikus pár volt, együtt éltek, hát 30 éven keresztül együtt voltak, és próbáltam asszociálni, vagy keresni olyan női vonalakat Európában, vagy nem Európában, ami globálisan befoghatja ezt az egész dolgot. Szuka, ringyó, kokot, nem tudom. És az egyetlen intellektuális vonal ebben, ami azt gondolom, hogy Steinhez és Alicehez felérhető, vagy felmérhető, azt gondolom, hogy a gésák. Tehát a gésaság, mint műveltség, mint szórakoztatóipar, mint abszolút tradíció bezártság. De most róluk tudjuk, hogy nem voltak ilyen bezártak, és nem voltak, hiszen nagyvilág életet éltek, Cézanne, Picasso, abszolút bordélyok, minden, de valahol hogy lehet ezt a témát ma? Tehát hogy lehet a tökéletes nőt érzékeltetni, úgyhogy gyakorlatilag ők nem voltak tökéletesek. Tehát kellett nekem egy adalék, amivel megpróbálunk megfogni ezt a helyzetet, és akkor jött a gése ötlet. Tehát a gésaság, mint kiszolgálni a férfit, mint megmutatni azt, hogy egy női élet milyen olyankor, amikor Alice azt írja Gertrude-ról, hogy tökéletesen elhivatott volt, és csak ezzel foglalkozott, hogy kiszolgálja a művészeket. És a gésákhoz jött ez a fajta cyberspace, amiről ugye tudjuk, hogy ez az nagyon digitalizált világ, és itt jött be nekem, hogy ha fel akarom őket támasztani, mint ki akarom hantolni a két figurát, az egyetlen megoldás az, hogy ilyen reinkarnációkat állítok föl, tehát mintegy, azt mondom, hogy itt mindenki Alice és Gertrude. És itt megint tovább szállt a történet, és nagyon érdekes, hogy belegondolsz, és viszed tovább, és nincs vége. Tehát egy ilyen mókuskerék az egész, ugyanis mi történt, mikor megvolt az alapkoncepció, hogy na, cybergésák és a Stein párosnak a megmutatása a reinkarnációkon keresztül, akkor jött az az ötlet, hogy úristen, hát ez nem más, mint az amerikai Megai Alice Csodaországban történet. És az amerikai történetben Alice kórházba kerül, és folyamatosan visszaemlékszik a szüleinek a halálára, és gyakorlatilag a klinikai kezelések éveit éli át, és nem több az egész történet, mint egy idegbeteg Alice, aki divatos ruhákról álmodik, és teljesen egy őrült történet, tehát tulajdonképpen maga a fashion és a style az a Csodaország. Thank you.
Siess. Közeledik már eső és szél, fagy és hideg. Magad leszel, ha itt a tél, s ha szóvanál is. Nincs kinek, akkor én már messze szállok. Fehér ólepi a világot, befagynak, mint a tengerek, világ végén a reggelek. Akkor én már messze járok. Sötét szobát bezárhatod. Meggyújtod majd kicsinyke lámpád, meggyújtod, aztán elfújod téli széllel, havas sötéttel, üzennél már, küldenél, értem. Elsápaszt majd, tudom, a bánat. Nem mehetek. Kicsi a házad. Nem mehetek. Kicsi a házad. Duerme, duerme.
ilyen vágyak fiúni, mostrando me un nuevo mundo de pasión. Protege mi corazón, el sol se fue y yo cantando tu canción. La soledad se adueña de toda emoción. Perdóname. Quickens and the elaborate notes enrich the counterplay of the instruments.